A haladást fogadta a női röplabda extraligában a Fátum Nyíregyháza. A mieink esélyesként várhatták a találkozót, a szombathelyiek azonban lelkes játékkal megnehezítették a csapat dolgát. Az első szedben sokáig szoros volt az állás, a hajrában viszont jobban koncentrált a pirosmezes Fátum és nyerte a játékrészt. A második felvonás is hasonlóan alakult, ekkor már több poszton is cserélt Németh Szabolcs. Végig irányította a szetet a Nyíregyháza és nyerte is a játszmát. A harmadik játékrészben úgy tűnt, sima lesz a vége, ám 20-16 után fordított a haladás, de még mielőtt örülhettek volna, a Fátum Nyíregyháza pontos támadásokkal visszavette az előnyt, és végül 3-0-ra megnyerte a találkozót. Ez egy nagyon fontos győzelem volt, mert az elveszített kupa döntő után szeretnénk ott maradni a bajnokságban a tabela élmezőnyében, ezért minden mérkőzés fontos, az volt a mai is, mondta a találkozó után Viktória Pilár. Németh Szabolcs vezetőedző az első sikerének örülhetett a lefújás után. Nagyon jó, tényleg már nagyon váratott magára. Tényleg pozitívan jöttünk le, bár a szánk íze keserű volt a Békés-Ova meccs után, de azért voltak pozitív periódusai a mérkőzésnek, akár az első két szettet is néztük, de megpróbáltunk abból egy kicsit meríteni, erőt meríteni és átmenteni erre az időszakra, mert ez egy nagyon hosszú és kemény időszak lesz. Én szeretnék gratulálni a lányoknak, mert bármelyik felállásból is álltak a pályán, megpróbáltak mindig a jóra, a tökéleteset törekedni, persze voltak még olyan dolgok, amiket majd érdemes dolgozni, meg kell dolgozni, de megint mondom, én mindig is azt mondtam játékosként is, hogy 3-0-t sose kell megmagyarázni. Ma mindenkinek játékos lehetőséget tudtam adni, és ez a mérkőzés így is megvolt. A nyíregyháziak számára sűrű lesz a márciusi menetrend, szombaton az MTK lesz az ellenfél idegenben, majd a Jászberény, a Vasas és a Kaposvár ellen is játszanak a röplabdások a bajnokság alapszakaszának harmadik körében.